Szevasztok, jó estét! Gábor vagyok, és a Techbarátot nézitek. Most bezzeg nincs itt taxika, aki rögtön azzal kezdi köszönés nélkül, hogy lesz-e brófolz. Most az van éppenséggel, direkt meg akartuk trükközni Arnival axikát, ugye ezt még hétfőn beszéltük, amikor ő már nem volt itt, hogy a szerdai adást azt nem az automaséffel fogom kezdeni, hanem a brófolszal, és mekkora ha-ha-ha meglepetés lesz, meg mekkora kibaszát, nem kibaszás nyilván vele, de ugye mindig úgy kezdi axika az összes streamet, hogy lesz brófolsz, így kisbetűkkel, kérdőjel, mindenféle írásjel nélkül. Azt mondom, hogy nem lesz brófolsz, mert ki van írva, hogy éppen milyen játékot fogok játszani, és valószínű, hogy az el fogja venni a streamre szánt időt, és erre kilép. Úgyhogy hát most arra számítottam, hogy jön, és becsatlakozik, de ahogy elnézem, igazából senki nincs, tehát se Arné amúgy nincs fönt Steamen, Axika sem, Benedek sem, úgyhogy tök jó. Viszont látok pár embert itt Twitch-ről, úgyhogy üdvözlöm a Twitch nézőit. Ugye YouTube-ról is folyamatosan a YouTube VOD csatornára megy az élőadás a Twitch-el párhuzamosan, tehát ott is lehetem úgy nézni, illetve ott majd vissza lehet nézni. Szóval, ha valaki szeretne jönni játszani, amúgy a Brofoss az itt mindig egy ilyen nézői játék, itt nincs olyan, hogy jaj, havonta csak egyszer van, és prémiumért, meg nem tudom, 10-20-80 euróért cserébe, tök ingyenes, mármint a játék is amúgy, illetve egy része. Steamet letöltitek, utána a Brofoss-t, és csatlakoztok. Nyilván ezt jelezzétek előtte chatben, hogyha szeretnétek jönni. Amúgy igazából csak annyi a teendőtök, hogy letöltitek a játékot, feltelepítitek és bejelöltek Steamen, ott meg egészen egyszerű néven fogtok megtalálni, ugyanis Techbarát néven vagyok fönt, úgyhogy azt nem igazán lehet eltéveszteni, szerintem nagyon sok más Techbarát nincs. No, hát belekezdek igazából egy kis brófolszba, aztán ezután még lesz majd automas év, tehát aki esetleg arra jött volna, az nem fog automa főzés nélkül maradni, de direkt ugye most fölcseréltem, hát ha többen jövünk majd most még így az elején kicsit játszani. Csapjunk is bele, én azt mondom. Hát na, egy ilyen, legutóbb egy ilyen malacsal játszottam, de semmiféle, tehát semmi utalás, célzás amúgy nincsen, csak azt gondoltam, hogy ez vicces, de mindjárt mielőtt még itt bármiféle szó érné a ház elejét, még itt mindenféle izmussal vádolnának, nem. Mit is akar? Azt mondja, hogy a... Na jó, nem, megyünk az almával, mert Ardi most nincs itt, nem tudom, hogy itt lesz-e. Ardi az ő jelmezével toljuk. És közben, úristen, az első munkanap ma, gondolom nektek is, vagy első nap a suliban, vagy nem tudom, most őszi szünet van már talán, vagy az most így eltolódik, és a télivel kötik egybe, vagy valami ilyesmi van. Nekem rohadt gyorsan eltelt ez a 4 nap, az a baj, mert mint így a hosszú hétvége, és így... visszarázódni így a munkába. Nem volt annyira nehéz, mert hálásnak nem volt olyan sok munka, de miért van az, hogy olyan gyorsan telik el a szünet, tehát legyen az akár az iskolában valamilyen tanítási szünet, vagy ha valaki szabadságon van, ugye a munka világából egy kicsit kiszakad, hogy így az mint a villám úgy elmegy, de egy munkanap az bezzeg. Fölkelsz 8-kor, 9-kor, és még mindig ott dél van, és már azt hitted, hogy már ledolgoztad az életednek a felét, és még mindig csak a napnak a felénél tartasz. A kivi az csal, az fixen csal. A 16-os, az ott laggol jobbra-balra. Tehát a kivi ez nem robban föl, szó szerint. Na de azért le, jó. Ha? Boom. Haha, a kurva. Ó, bazd meg. Na, a fú. Azt jó, azt majd mindjárt kapom a fejre. Nem tudom melyik volt az, de annak megy a report. Tudjátok, az a szabály, hogyha valaki köcsög volt velünk, akkor annak megy a report, utána meg hogyha még egyszer összetalálkozunk vele, mondjuk a következő játékban, és én leszek a brokkoli, akkor megy a pofájába a report, nem. Persze, hogy akkor menj már innen, te szerencsétlen majom, de nézd meg, minek kell oda elhasalni, amikor simán át tudod ugrani. Így. Ajaj. Új, hát csak beférünk. Jó, nincs itt broki, oké. Na.
mindjárt meg... Melyik volt az? Melyik volt? Gondolom az első lesz, aki ízében van. Akinek van egy koronája. Még hozzá az aranyszínű koronával. Hol van? Nem ez volt az. Nekem ez nem tetszik. Mint hogyha ezt láttam volna, de lehet, hogy ezt láttam. Mindegy, kap mindenki egy pofontban. Így ennyi. Nem tudom melyik volt, de a hallgatásotok az nekem gyanús, úgyhogy... Azt szerintem... Ez orosz, az. Azokkal amúgy így szimpatizálunk mostanában, úgyhogy... De nézzük meg amúgy, hogy milyen játékosok vannak. Arról rannam a... Jézusom, jó, oké. 16-10... Ők valószínűleg együtt vannak, a Dara Runova, meg a David Mucka. Ez kicsit olyan... France, 40-essel. Lolos... Mi Lolos Dedena? Az szép. Van egy 29-esünk, 14-esünk, 20-asunk. Az oroszunk az ugye 24-es. Hát vannak azért itt kemény ellenfelek. Ugye mi ahhoz szoktunk alapvetően hozzá, hogy amikor általában ilyen 10-11 magasságában elkezdünk karnival brófozni, és néha még esetleg a többiekkel, akkor már csak az ilyen egy-két csaló mondjuk így betéved, mondjuk az kellemetlen, ugye a mi szempontunkból természetesen, bár valamikor még a csalókat is meg tudjuk fingatni egy kicsit, de alapvetően nincs mondjuk ennyi magasan jegyzett játékos, úgyhogy ez most így érdekes. Na minden, jó, hát annyira nem lett volna bonyolult bejutni, csak kicsit balfasz voltam figyelmetlen, úgyhogy most odafigyelünk, beleadunk 110%-ot, aztán reméljük a legjobbakat. Hogy toljad be neki? Hát akkor ne toljad. Júj. Menj már onnan, nézd meg, a 20-as szintű köcsög, oda, a csoki. Na mi van itt nekem? Na melyik avokádó? Az, na gyere! Gyere ide! Gyere tesó! Menj a picsába, te is! Nem, te mész inkább! You shall not pass! Mondjuk meg kell volna néznem, hogy milyen kiket ütöttem ki, mert lehet, hogy a... Igen, a neveket kellett volna inkább néznem, illetve a szintjüket, na mindegy. És aki ott szenvedett a célban, vagy nem tudom, így a talajt éppen baszta, az nem ment be. Tehát az ott így kurta a földet, és a másik kettő vagy három meg közben vesz a... Én ezeket nem értem. Tehát ilyen, ők így nem látják, hogy közben jönnek be az emberek, és hogy be fog telni a rendelkezésre álló létszám. Na mindegy. Ők tudják. Itt teljesen mindegy, hogy kinek milyen skillje van, mert ugye ez a legújabb döntős pálya a Foodball, ami... Egyfelől mondjuk van, amikor nem rossz, tehát így kicsit lehet azért taktikusan játszani, de... Meg hát ugye a másik probléma az, hogy 11 ember jut be a... most már 11 karakter jut be a döntőbe, és két felé van osztva, tehát az egyik csapatban mindig többen lesznek. Illetve hát akkor, hogyha ha az a csapat esik ki, amelyik páratlan, akkor onnantól kezdve nem, de... Na mindegy. Úgy. Nagyon jó. Nagyon jó. Ekész, kiharcolták a csapattársaim a továbbjutást. Júj. Oké. Elviszi. Ott a gól. Nincs. Nem baj. Ne basz már. Thank you.
De miért nem védte ki az a szerencsétlen faszkalap, aki ott állt a kapuban, bazd? Ne, ez a hülyét. Nyomoronc, hát de mi a tökömet csinál? Ott áll a kapuban egy csapattárs, és nem megy a labda elé. Nem. Ott így nézi. Nézd már, jön egy labda. Nézd már, gól. Ilyen idiótákkal vagyok. Nem jelzett. Várj. Oh. Igen, nekem se jelzett, úgyhogy... De azt mondtad, hogy valami taktikához, valami régi trükkhöz visszatérsz. Milyen régi trükk? Akkor az a régi trükk, hogy nincs trükk. Vagy mi? Nem azt mondtad? Én amúgy azt mondom mindenkinek, hogy Twitch-en is kövessetek be. Nem muszáj utána Twitch-en nézni, aki szeretné YouTube-on, mert nem tudom, YouTube-on neki kényelmesebb, jobban szereti azt az alkalmazást. A Twitch-en bekövet, felrakja a Twitch alkalmazást, az mindenképpen küldi a Twitch értesítés, szerintem működik. Tehát az nekem nagyon-nagyon, sőt, talán nem is volt még olyan, hogy akiket én követek, azoknak a streamjeiről ne jött volna egy-két percen belül értesítés, vagy akár azonnal. Úgyhogy Twitch-en bekövettek, ez nekem is jót tesztek amúgy, mert ugye nyilván így hát ugyanazok az emberek iratkoznak föl mindkét csatornára, ezt nem kell tudnia ugye magának a szolgáltatónak, a statisztikám ezzel javul, hurrá, és utána följöttök YouTube-ról. No. És igen, ugye itt a mókázásról volt szó, egy kört mentem csak, ugye ez volt az első game. Hát Axika persze ilyenkor nem jött, tehát hogy azzal kezdtem a streamet, hogy... A weboldal csak nem volt pontos? De az hogy? A weboldal? De mi, már hogy milyen weboldal? Ja, hogy a... Ja, értem. Hát igen, csak azt nem mindig tudom átírni időben, vagy... ja, igen. Na mindegy. És egész sokan vagyunk itt. Twitch-ről 3-an, YouTube-ról is 3-an. Tök jó. Szevasztok. Még egyszer mondom mindenkinek, hogy szabad, nyílt játék van. Jöhet bárki játszani. Chatbe írjatok be, hogyha szeretnétek csatlakozni, és elmondom akkor a részleteket. Most is mondani, még megy a visszaszámlálás. Annyi a dolgotok, hogy a Steamet letöltitek, feltelepítitek utána a Brofoszt, és aztán felvesztek engem a Steam listátokra, Techbarát néven találtok meg, és akkor a következő játékban már tudtok is jönni. Nincsen Discord, de ilyesmi, illetve van Discord szerver, de most nem használjuk, úgyhogy nem kell attól tartani, hogy itt bárkinek a hangját, vagy a személyiségét, azt így le kéne rántani róla a leplet, mert ilyenről nincs most szó. Kb. Chainnél szoktunk DC-t használni. Eddig így nagyjából ez volt, amikor ugye többen vagyunk. Nyilván ott fontos a kommunikáció, tehát mondjuk a Chainnél azért érthető, hogy... Fogadó óra. Na, szóval most Axika persze nem jött, nem azzal kezd, sőt, nem volt itt. Twitch-en beestek egyből 3-an, ami tök jó. Ilyen se volt még nagyon. És... Na, tessék. És ki a broki? Az öreg techbarát. Szóval, most nem volt itt Axika. Minden egyes alkalommal, amikor ki van írva, hogy melyik játék jön, ami nem a Brofoz, akkor jön, ő az első, köszönés nélkül, lesz Brofoz, nem lesz Brofoz. Most bezzeg nem tud jönni, bassza. Na, Arnikám, itt ketten leszünk. Ups. Menjél. Imádom ezt a pályát. Ó, bassza meg, a kifli bejutott. Azt le kéne ütni majd Arni. A kiflit, vagy nem tudom mi ez, croissant. Nagyon komoly.
Megpróbálom, tényleg azt, hogy ketten legyünk a döntőben, ez hatalmas lenne, nagyot szólna. Szerintem ilyen még nem volt az adás történetében, de szerintem amióta magával a játékkal játszom, azóta sem nagyon. Újjúj. Nagyon kemény, nagyon kemény. Csak legyen meg, Istenem, legyen meg. Már ezért akkor megérte. Megérte ezt már indítani. Ó, bassza meg a kurva élet. Hát nem baj, egybe jön a picsába. Még lehet, hogy elbassza a csúszást. Elbassza a csúszást. Ott az elbassza a csúszást. Yes. Köszönöm szépen, nagyon jó. De ez mikor megy már visszaszámlálás? Bassza meg. Gyerekek, ez izé lesz, ez páros döntő. Hát ez nagyon jó. Hát ez hatalmas. Most nem kell nyomni semmit. Ugráljatok. Igen, gondoltam, hogy tele a köcsök taktikád áldozat. Hát ezt le kell screenshotolni, ez hatalmas. Na, hát mi legyen Arni? Tudod mit? Mint férfi a nőve, jó? Ezt izé, boxoljuk le. Na, ó, és még ráadásul még a kedvenc pályára, mint úgyis szarrá vesz majd engem, tehát igazából így nincs kérdés. De azért megpróbálom a... megpróbálom a lehetetlent. Hát ez kurva jó. Hát ez kurva jó. És gondolod, többiek már kiléptek, vagy végignézik, hogy ketten itt most szórakozunk egyet? Hát táncoljunk már egyet. A kacsatáncot táncoljuk előtte, egy picit várjál. Na jó van, gyerünk, gyere, szétütlek, De félek az a baj, hogy félek. Ujjúj. Tudta, taktikázik, nézd meg, ugrál, csak ugrál, beijeszd, bazd meg. Ujjúj. Hújúj, billen, nagyon bill, nagyon, nem! Még mindig nagyon félek rohadtul. Ez rosszabb, mint egy horrorjáték, ne! De eddig kaptad azért mindegyik alkalommal a kap... Nem! Hú, na jó. Egy kicsit táncoljunk még most akkor, mert na, le kell vezetni itt a feszültséget. Na gyere, jön a következő kör. Szétbassz, szétüt, na.
Ne basszolj a picsát! Jó, ez most azt hiszem, hogy izé, most én kerültem aznak a rossz oldalára, az a probléma. Egy jó, na. Igen, most ugye ez a baj, hogy... Hú, hú! Hú, picsi! Mennyi, na, hát mennyit kaptál már, hallod? Hát ennyi után elég ki kellett volna essé. Basszik, essé már ki. Esd ki! Ne! Picsába! Pedig hagyom nyert helyzetben voltam már, bassza meg! Szevasz, Benedek! És hogy? Tehát, hogy úgy, hogy ráadásul nem is felé billent, tehát, hogy nem is abba az irányba áll, és mégis le tud ütni engem abba az irányba, ami ahova elvileg fizikai képtelenség, mert hogy én magasabban vagyok, tehát nem tud egy... Na, szóval értitek, hogy olyan irányba tud leütni valahogy, nem tudom, csalam úgy, várjál, hát ja, ilyenkor a szokásos, ugye megmutatom mindenkinek a report rendszert. Például itt van ez a Maldorado nevű gyerek, hogyha ide beírjuk azt, hogy cheater, akkor el van küldve a jelentés, pont, kész. No. De amúgy ez egy olyan döntő volt, ahol ketten voltunk. Na jó, nézzük, itt van Benedek. Szevasz, Benedek. A faszt. Na jó, ez most nagy a szád, de azért kaptad párszor. Jó párszor. Úgyhogy, és volt is mákod, úgyhogy na, szóval úgy vigyázz itt a kijelentésekkel, meg az játékosok meghívása. De nem látom Benedeket, úgyhogy figyú. Benedek, Axika. Ha nem vagytok itt, akkor nem tudlak titeket behívni, úgyhogy folytatjuk akkor. Hát nem, de hát én támadtalak meg, és nyilván olyankor azért kénytelen voltál védekezni, és nem tudtál védekezni, mert ennyi. Jó, van, amikor egymásnak egyszerre bevittünk ütést. Az mondjuk döntetlen, oké, de volt olyan, amikor azért nagyon a szélére kerültél. Na, nem baj. De hát jó, hát csalással nyilván, ugye egyszerű, tudjuk, úgyhogy... Na, jó, majd a következőt meg... Jó? Na. Majd akkor ott. Majd a következőnél lebótoljuk. Benedek följött. Na, Benedek, a következő körbe akkor behívunk, jó? Jó, azt mondom, hogy ez nem az a pálya, ahol el tudnám azt intézni, amit az előbb, hogy ketten jutunk be összesen. Kettő másodperc. Jó, oké, megy majd a stopper. Kettő másodperc. Ja, még ott van Arni is. De azt bírom, hogy így mindenki így elindul, mint tényleg, mint a... Az meg lassított felvételben mozog. Ez milyen szar? Tehát, hogy senki nem akar jó, az a körte ott megvárja, nézd meg. De most a többiek is várnak egy picit, beállnak a közepére.
bassza meg. Jó, ezt most, ezt, itt még nem várhatjuk el, hogy 26 playerből, ugye, meg ez nem olyan pálya, ahol olyan csapdák lennének, amit így egymás után tudok aktiválni, úgyhogy de az előző az abszolút, tehát hogy ott valaki, hát, és nem is lehet szerintem nagyon, tehát ott csak akkor megy át valaki, hogyha a Brokkoli elrontja a taktikát, és mit tudom én, odébb megy, mert nem tudom, be akar nyomni egy másik csapdát, vagy nem időben nyomja be, de nem lehet. Még az is lehet kijátszani, hogy mondjuk úgy teszem, mintha átugranál, mert akkor benyomja a tüskét. Tehát nem maradhatsz például Luffy-k előtt, és teszel úgy, mintha át akarnál ugrani, jó, Luffy-ket benyomja, de akkor ott áll a tüskéknek a lyukacsos izé, rácsán, benyomja a tüskét, és meghalt. Tehát, hogy... ez az. Ja, van egy 32-es, mindjárt nézem. Melyik a 30? Várjál. 33, a dinnye 33-as. Dinnye, nincs. A dinnyére megyünk rá. Jó, a dinnye akkor nem jut be. Hát, és ez meg annyira nem is egyszerű, tehát ez önmagában nem egyszerű. Igen, de van egy, a dinnyénk az 33-as. Na, Huna dinnye. Hopp, a dinnye esett, kapta, ez az, gyerünk Arnikám, toljad neki, jó. Dinnye egy igazi köt, nézd meg. A rohadék, jó van, nem baj. Dinnyét bazd le. Na jó.
Jó, Rinnye kapta halt. Hát ez nem a Rinnye napja. Jó, meghalt. Nagyon jó. Na, ki nem jutott be a döntőbe. És amúgy most nézem, hogy még három embernek nem sikerült, illetve három hely még szabadon maradt, úgyhogy ez nagyon optimális, meg... Na. És akkor most ebben a döntőben is leverjük egymás között? Vagy most adsz nekem egy győzelmet, és akkor utána fogunk, mint férfi... Na, mondjuk... Jó. Bár azért ebben is lehet csapkodni, mert hogyha följutsz a tortának a tetejére, akkor ugye le tudod ütni a fölfelé igyekvő többi kis zöldséget, gyümölcsöt. Eddig három game volt, és háromból kétszer én voltam a brokkoli. Na most már négyesekre kell most rá. Szegény négyesek, bazd meg. Mindegy, én megyek előre. Ups, hát ez így nem lett, nem, na mindegy, megyek előre. Jó lesz. Jó. Nagyon jó. Nem állunk meg. Figyelj, már rák fönn van, mi a faszt keres itt a rák? Mi? Na, azért. Nagyon jó, nagyon jó. Mert én nézem ezt az oldalt, itt nincs semmi. De hogy jön a... Leesett! Kapta halt! És már csak hárman vagyunk. Ne baszd már! És kiütött, basz. Meg akartam várni, mert Arni persze annyira olyan nagy tudású és annyira tapasztalt, meg csaló amúgy, hogy hát ő ugye nem egyszer csinálta azt, hogy mindenkit leütött, és így beállt így a korona alá, és nem ugrált, hanem megvárta, amíg a korona így teljesen így a fejére ereszkedik. Rohadt izgalmas, hogy úgy mindenki számára nyilván, tehát hogy így mindenki elaludt kb. Mert mire ugye a korona leér, azért az egy jó, nem tudom, egy perc, fél perc. Na, és a négyes volt a... Nem, volt itt 33. Ja, de nem, mert 7-en jutott, vele 7 plusz 1, 8-an. És tényleg 4. Nem, volt egy 5-ös. Volt egy 5-ös. Szegény négyesek. Na. Hát nagyon jó, 30 koronám van, a bolt az természetesen üres, tehát nem tudunk semmit sem venni. Úgyhogy, ja igen, Benedeket nem felejtjük el, Benedeket hívjuk is egy pillanat. No. Oké. Meg vagy hívva. Axika mikor nincsen? Hát persze, hogy ilyenkor, úgyhogy dühös vagyok egy picit, de na jó, nem vagyok az. A rohadék ötös. Így. Na, mellek, rád várunk. Hm.
Hát úgy tűnik, hogy még nem áll készen. Biztos, hogy kicsapja, hogy na, itt van. Itt is van, mert akkor hárman. Viszont, ugye, mennyi az idő? Hét, hát egy... Most akkor hét... Megkefejen. Ugye, mivel most nem autómas évvel kezdtük, ezért most a Brofoc nem addig megy, ameddig bírjuk, meg ameddig jól esik, hanem most viszont egy határidőt kell neki szabni, ami hát szerintem egy ilyen 2 óra lesz, jó? Tehát mondjuk olyan 9 óra. 9-kor abba hagyjuk. Hát ma BL meccset igazából nem nézek, majd az összefoglalót akarom megnézni, az 11-kor lesz. Nekem annyi most bőven elég, szerintem most olyan mérkőzés nem is lesz, ami ilyen... Schachter, Leipzig, Real Madrid, Celtic, Eibar, Lugo... Van Juve, PSG is, na mindegy. Majd az összefoglalóból megnézzük. A kurva anyád benyomta izét, a rohadék kis tet, na. És nem tudok átugrani, mert... Húzzatok már a büdös pi... Külön válok tőlük, mert bazd meg, ez hihetetlen. Ha, jó. Ez mit keres itt, bazd meg? Ez mi a fa? Ja igen, mert aztán van egy olyan bug, hogyha odaállnak az ágyú mellé, és így elkezdik tolni, tehát elkezdenek így csak azt hiszem, így neki futni, tehát mint hogyha tolnák, akkor ilyen random helyeken jön ki a golyó. Mert ez nagyon kemény. Ahhoz csak egy helyem jött ez a nagy. De a Broki ez nem sebződik, nem kapja izét. De, kapta. Ma jó. Na nézzük, kik vannak. Van egy, oroszunk van, mondjuk csak 5-ös szintű. Itt van Benedek, 11-13. Hát ez nem vészes. 13-as a legmagasabb, úgyhogy... Ezt hoznunk kell. Nézd már, most neked mi bajod van? Most nézem, csak hogy 30-an tudnak bejutni, nézze. Az azt jelenti, hogy akkor... Hát akkor több mint 40-en vagyunk itt a... Wow! 13-as alma repüljön? Jó! 13-as alma... Igen, Faxtal minimál, jó! Értettem, intézem! Ja, képzeljétek el, ma megérkezett az új Xiaomi Air Fryerem, ami a hőlékkeveréses sütő, ugye az olaj nélküli sütő. Beszereztem én is egyet, nem szponzorált tartalom, stb. Kicsomagló videó elkészült, illetve már csináltam is benne most még a vacsorámat, elkészítettem benne egy kis édesburgonya, meg sült húsi. Kurva jó lett, mert mint hogy ízre igazából ugyanolyan lett, mint hogyha a sütőmbe csináltam volna, ami szintén egy baromi jobbra, ilyen hőlékkeveréses izé, fiszem faszom. De ugye a különbség az vett föl.
De bazd meg azt, hogy... Haló? És amúgy rossz helyre van téve a tök, mert ott nem tudsz átugrani, de nagyon oda kell figyelni. Szóval... És nagyjából meg is van amúgy, hogy mit fogok róla mondani, mert tényleg amúgy egyszerű használni. Van pár nagyon hasznos funkciója, tehát nem is lesz olyan hosszú videó. De mindenképpen be akarom mutatni, mert ugye, ha már egyrészt ugye volt itt forró levegő sütő, ami ugye a Kilive-nak a terméke volt, annál ez egy fokkal talán még, ha nem is a kaja elkészítésében, illetve a minőségében, mert valószínűleg ugyanazt az eredményt fogja mindkettő szolgáltatni, hanem ugye itt az okos funkciókkal van ellátva, lehet applikációhoz, illetve Wi-Fi-hez csatlakoztatni, és pár ilyen hasznos tulajdonsággal ugye ki van emiatt bővítve, illetve többet tud, mint a Kilive-os. És amúgy rohadt jó volt, hát durván egy ilyen 20 perc alatt az édesburgonyát, a húst, az ilyen páros zöldséget, azt meg külön egy a főzőlapon egy kis serpenyőbe kb. Így a ilyen mireli zöldségek, de meg van már fűszerezve, csak ki kellett önteni, és amíg a ugye a húst megcsináltam, utána az édesburgonya volt a következő, az a 8 perc alatt elkészült. Jó, nem, nyilván egy adagot raktam csak bele, tehát nem kellett olyan sokat. És az alatt meg a párolt zöldséget, azt csak így bekapcsoltam a főzőlapot, ez az indukciós ami ugye tök jó. 8 perc alatt az is elkészült, tehát összesen a zöldség a kis édesburgonyával meg egy szelet húsival durván 20 perc alatt elkészült, és hát az áráról meg innen is beszéljünk, mert ha most ki kéne számolnom, hogy ezért mondjuk rendelni akarom valahonnan a netről, akkor jóval több jön ki, azt tudjuk. Ó-ó! Hát ez nagyon kis izé, nagyon fifikásak vagyunk itten. Kéne, de most az ott hogy van? Bazd meg, hogy ott át tudsz szaladni! Ott a kalapács. Jaj, hogy azon szaladsz. Nagyon jó. Azt megnézem akkor. Hát az kicsit korán nyomtad, tesó. Na igen, a tort, azaz, ott, az ránk utazik, 13-as amúgy ő is. A kis szemét. Rocky 11-es. A torta volt, de az alma viszont kiesett, az... Te Benedek itt van? Ja, Benedek nincs itt. Ó, Benedek... Mikor estél ki? Benny. Ebben a körben.
Bazd meg. Nagyon szép volt, nagyon szép volt, hatalmas taps mindannyiunknak, azért Benedeknek is. Jaj, ő már másodikban kiesett. Ó, sajnálom. Na, majd akkor a következőben, ebben, oda néz, ebben majd jó lesz. Követtem. Jaj, ráment. Jaj, ráment. Jaj, rámegyek. Jaj, most olvastam, bocsánat. Jaj, rámegyek a tortára. Akkor köszönöm szépen a segítséget, és hogy a tortát, a tortáért feláldozom. Illetve lényegében így miattam, vagy értem. Mondjuk, ha valakinek, akkor neked van esélyed igazából leütni bárkit is. Tehát, hogy én hiába, nekem vagy beadja, vagy nem. Tehát eléggé lútri. Na, futok! Futok előre! Azt pont jó. Jó! Ne basz már! És leugrott. Hallod, leugrott az alma. Az mi? De azt nem tudtam leütni. Hallod, az elején van valami alma, nem... Na, meg kell tudom nézni a nevét. Van egy rohadék alma. Várjál, melyik az? Szerintem az a sima, aki itt jön a tizen... Nem. Az a kalapos. Hú, sok alma van az a baszdmeg. Mi is almák vagyunk, meg egy csomó alma van még rajtunk kívül. Nem tudom már melyik volt, nem emlékszem, szerintem az a mexikói kalapos volt talán. Ott megállt, nem tudtam leütni, megállt a izét célban, elkezdtem volna csapkodni. Ez mely, mi ez? Haló? Bejutott mindenki, mert hogy mindenki, aki betudott. Van egy kínaiink, most hát ilyen velem határolható, vagy meghatározható karakterű ember. De szerintem az valami japu.
Igen, az egyik, hogy nem érnek be, de az a kevés, amelyik beér, az meg folyamatosan rád megy. Tehát, hogy ez ilyen, ez a tipikus, amikor te vagy a brokkoli, próbálnál egy embert megszivatni, képtelen a többi bejutni, hogy előbb végezzen, mint az az egyeket szivatni akarsz. Viszont az a, nem tudom, 4-5 darab, amelyik bejut, az meg olyan szívósan tud rád menni, meg űzni, hajtani. Az mi az anyám? Az mi volt, bazd meg? Na, izé, Benedek, próbáljuk meg távol tartani a ezeket az embereket Arnitól, hogy tudja izéket, ananászt tudja szivatni. Na jó, nagyon szép. De azt nézem, hogy itt vannak a pálya végén, és ezeken a mozgó hengereken nem tudnak túljutni. Fut egyenesen előre, bazd meg, és nem tud... Na jó, de... Jó, és nem jutott be izé, ananász, ugye? Hát a fiatal női nemi szerv az bejutott. Gondolom a kínaira gondoltál, a 21-esre. Nem baj, majd megszuk. Jó, csinálsz. Bocsász. Na, ez hogy nagyon szépen néz ki. Arni, jó magam, illetve Benedek az első három helyen, GG.